Tengelicen szervezett fórumot Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. A rendezvényre körzetének polgármestereit és az önkormányzati képviselőket hívta meg. A téma Paks 2 volt. Horváth István elmondta, hogy a megye az ország számára egyaránt fontos a megépülése, hiszen ezáltal biztosítható a zavartalan energiaellátás, továbbá a mezőgazdaság, az ipar működése és a rezsicsökkentés is. Hozzátette, a jelenlegi háborús helyzet indokoltan vett fel az emberekben kérdéseket, amelyek tisztázásához nyújt segítséget a találkozó. Mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy a paksi fejlesztések megfelelő mederbe menjenek, és hát remélem, hogy a fórum után már még több információval rendelkezünk, és tudjuk a településünk lakóit is arról tájékoztatni, hogy hogyan állnak a dolgok. Mi mindegyik településen azon dolgozunk, hogy ez a fejlesztés ez megvalósuljon, és minél sikeresebb legyen. A Paks 2 beruházás helyzetéről Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője számolt be. Ő elmondta, a nemzetközi korlátozó intézkedések jelenleg nem érintik a beruházást, nincs tiltás a bővítést illetően. Vannak már ugye nyertes vállalkozók, az orosz fél alatt, amerikaiak, franciák, németek. Ott is külön oda kell figyelnünk, hogy egyedi országos szankciók mit jelenthetnek. Ma mindenkivel, ma is egyeztettünk, mindenkinek kinyilvánították, mind az amerikai partner, mind a francia német, hogy változatlanul. Fontosnak tartja, hogy az orosz féllel együtt ezt a beruházást megépítsük. A reaktorépület esetében még néhány engedélyre szükség van, tette hozzá Süli János. Amint ezek megérkeznek, április végén, május elején kezdetét veheti a 2. fázis, amely már lehetővé teszi a főépület megépítését. Ehhez azonban az kell, hogy a háború ne terjedjen tovább, és a munkálatokat ne korlátozzák a nemzetközi szankciók.